Hashtag no filter. Nők filter nélkül. Az inspiráló erős nők magazinja. Get ready. A műsorszámot a Nutriverzum támogatja. Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak és YouTube nézőnknek. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a hashtag NoFilter. Én Köböl Anita vagyok a stúdióban, pedig mai vendégem Pámai Anna színésznő, junior prima díjas színésznő, és most már elmondhatja magáról, hogy az év színésznője, mert hogy aranymedál díjas is vagy. Sok szeretettel köszöntelek <laughs> itt Nagyon szépen, köszönöm, hogy itt leltek. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, mert a háttérben mi beszéltünk róla, hogy elég sok egyeztetést követel tőlünk dolog, hogy itt tudjál lenni, de nagyon szerettük volna, hogy, hogy, gyere hozzám és beszélgessünk. És akkor egyből az utolsó diadra hadd csatoljak rá, mert pont a közösségi oldaladon az utolsó posztod ugye értelemszerűen ezzel kapcsolatos, hiszen nagyon friss. És úgy megütötte a szememet egy kis mondatrész, amikor azt írott, hogy a legjobbkor jött ez az elismerés. Ez valamiféle kis lelki fröccs, vagy inkább szakmai megerősítés most számodra? Kellett valami visszaigazolás? Valahogy úgy érezted, hogy nem minden annyira kerek, mint amennyire szeretnéd? Hát egy díj az mindig, mindig egy ölelés, mindig egy, mindig egy pozitív visszajelzés, egy megerősítés, hogy az ember csinálja a dolgát, és akkor néha kap erre egy, egy, ilyen, egy ilyen visszaigazolást, hogy akkor ezek szerint nem <laughs> csinálja rosszul. Tehát ezért nagyon fontos volt. Az, hogy a legjobb kor jött, hát hogy egy nagyon nehéz, küzdelmes év volt ez nekem, és és pont egy ilyen loholás közepén voltam. Ilyenkor úgy hívom magamat, hogy a mindenes cseléd, amikor ilyen szatyrokkal így. Így az utóbbi időben nem csak a lakásfelújítás miatt, ugye hát már a karácsony közellette miatt is, hát igazából. Egy ilyen, ilyen lótásfutásba voltam, és akkor csörgött a telefonom, és nagyon jó esett ez a, ez a hír, hogy, hogy, hogy én lettem a, a, az évszínésznője. Így értettem, hogy, hogy a legjobb kor jött, uh -huh. hogy olyan nagyon elcsigázott voltam már, és nagyon fáradt, és nagyon jól esett. Jó, kellett így valami, ami kiemelt hogy... ebből a lelki állapotból. Igen. Na, de ez a küzdelem, ez inkább szakmai volt idén, vagy inkább olyan plusz hozadékai? Hát ami, is, is. Mondjuk mondtad a felújítás, hogy oké, okay, ezzel párunknak szembe kell nézni időről időre, de mi az, ami mondjuk, hogyha mérlegre teszed, akkor fajsúlyosabb volt ebben, amivel neked tényleg szembe kellett nézned, és meg kellett küzdened így az év folyamán Fú, hát most igazából most tényleg csak így a, 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 a lakásfelújításig tudok így vissza, vissza, vissza nyúlni, így érzelmileg, mert még annyira, annyira friss, és annyira sok mindennek még meg kellett volna már lennie, ami, ami nem készült el, és hogy, hogy tulajdonképpen ez, 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 ez van így teljesen a homlokterében az életemnek most. De de gyönyörű lesz, és nagyon, nagyon szeretem ezt a, ezt a lakást, és nagyon a szívem közepe, úgyhogy majd, ha egyszer teljesen elkészül, akkor tényleg pompás lesz, és most is nagyon szeretek ott lakni, csak hogy nagyon sok energia uh -huh. és idő, és nagyon felőrli az embert, amikor azt mondják, hogy ó, ez pikpak megvan, és akkor kiderül, hogy ez nem, hogy nem pikpak, hanem fél év, és akkor aztán még, még két hónap, és az, szóval, hogy tudod, ilyen nagyon... Nagyon fáradtságnak tűnhet, már, már úgymond bagatelnek, de nem az. Tehát főleg rólad köztudod, hogy te nagyon családcentrikus vagy, és én azt feltétele, le hát, lehet, hogy csak én de, tudom, viszont. de hogy azért a legtöbb interjútban ez felszakadt merülni, hogy, hogy neked a család mint olyan mennyire fontos, és hogy Pont én ezzel kapcsolom össze, hogy az otthon, meg az a béke szigete, ahova főleg egy család szerető ember, aki szeret megpihenni, aki szeret együtt lenni a szeretteivel, annak az a területe, az nem áll rendelkezésére, és hogy nem tudod a komfortodat igazán átélni, vagy legalábbis én ezt hallom ez ki most. Ez teljesen nem. így van. Hát most már nagyon régóta úgy érzem magam, mint aki úton van, ami egyfelől jó, mert ugye így energetikailag változik az életem, és, és, és ez, 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 ez egyfelől nagyon jó de hiányzott, a, hiányzott a, 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 az otthon melege, meg az, hogy meg tudjak nyugodni, én nagyon ö, sokat rohanok, meg nagyon sok ö, dolgom van, amiért hálás vagyok, de hogyha nem tudok visszatöltekezni, és, és az otthonom nekem tényleg egy ilyen, egy ilyen benzinkút, ahol, ahol, ahol így visszatom magamat tankolni, akkor, akkor minden más így fel, felborul és akkor ö, laktunk egy másik albérletben is ami ami egy ilyen hányattatott körülmények között ö, tulajdonképpen így, így nagyon gyorsan kellett találni egy albérletet és szóval amikor nem vagy a, nem, nem vagy az otthonodban akkor akkor minden sokkal nehezebb. Igen, ezt, ö, teljesen értem ezt az érzést, én is szerintem ilyen vagyok, és akkor közben ott a másik oldal, a szakmai része, amit már egy picit így próbáltam is pedzegetni, hogy akkor hányadán állsz most magaddal, a pályafutásoddal és a karriereddel, amire akár visszamehetnénk odaig, hogy akkor az a díj feltette rá az íre a pontot, hogyha lehet így nevezni, vagy van még olyan, ami, ami, neked szakmailag még egy óriási elismerés lenne? Azt szokták mondani, képzeld, életemben nem kaptam még elismerést. Hát én most nagyon éltem azt, amit az elején mondtál, hogy hát ha kapsz valami ilyesmit, akkor, akkor azt érzed, hogy az egy valata visszacsatolás, hogy jól csinál, amit csinálsz. Lehet, hogy fel kéne adnom a pályát, na mindegy. Majd, <laughs> <laughs> majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Minden esetre ugye ezt a közönség szavazta meg neked. Vagy súlyosabb, hogyha a nézők szeretetét és rajongását érzed, mint hogy egyébként egy szakmai zsűritől kapnál egyfajta elismerést? Hát nyilván az is rettenetesen jól tud esni. Tehát, tehát min, min, mind, minden díj jól esik. Szerintem, aki azt mondja, hogy, hogy, nem, az nem mond igazat, mert, 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 mert minden díj fontos. De hogy... Igazából az, hogy, hogy, hogy szakmailag én most hol tartok, vagy hogy, vagy, 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 vagy hogy, az, ez, ezen, ezen ilyenkor nem gondolkodom, uh -huh. csak, csak egy ilyen nagyon erős öröm járt át, és, és amire vágyom, az, az nyilván sok-sok hát szép szerep, filmszerepek is. Uh -huh. És színházi szerepek. Olyan, Olyan, hát egy színésznőnél ez mondjuk az alap, ami a működtető, felhajtó erőd, nem? Tehát igen. mi más lehetne, hanem az, hogy megélde azt, amit téged nap mint nap boldoggá hát ez. Hát igen, meg a találkozások, ezek ezek, ezek, a, ezek a munkák mind nagy találkozások, vagy hogyha így visszagondolok, hogy hogy, hogy bizonyos fontos ö, ilyen mérföldkövei a, a, a színházi ö, munkáimnak, az, azok mind ilyen nagy találkozások is egyben. Szóval főleg emberek, akiktől sokat tanultam, vagy akiktől sokat kaptam. Ja, szakmai, illetve közönség elismerésről beszélgetünk, és folyamatosan azon jár közben az agyam, hogy nem tudom, Téged egyébként a magyar közönség hova pozícionál, mennyire? Ezt én sem tudom. Na, pedig erről akartalak kérdezni, Oga. mennyire vagy ismert, hogy érzed, hogy mennyire vagy elismert a közönség által, és ez lehet, hogy felszínesnek tűnik, de megyünk majd ebből tovább, mert hogy, hogy amikor azt mondom, hogy jön hozzám az Anna, jön hozzám Páma Anna, így, akkor volt egy csoport, ú, uh, az Anna, és volt egy csoport, hogy ki is az Anna, és akkor el kell mondani, hogy mondjuk én hol láttalak, és miben láttalak. Holott te azért látható vagy, szerepeltél ö, show műsorban, ugye szárban, szárban is voltál, filmekben, mozifilmekben, a színházról nem beszélve. Te ebben egyensúlyozol, tehát van egyfajta tudatosságot, hogy kizárólag a pályádra koncentrálsz, vagy még van szerinted valami fajta áttütő siker, ami várat magára? Hogy, hogy érzed te saját magadat? Hova helyezed ezen a térképen? Hát, ha már említetted a Stárban stárt, akkor én, én arra a műsorra, kifejezetten arra a műsorra nagyon kíváncsi voltam, mert mert van egy egy erős hajlamom a paródiára, vagy az utánzásra, vagy a, a, a az átalakulásra. És én mindig néztem ezt a mm -hmm. műsort, és mindig nagyon szerettem volna kipróbálni. És és elég sokat is énekeltem az utóbbi időben ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy, hogy, hogy tólig mire vagyok képes, vagy hogy, vagy, hogy a hangom az, az mire, mire alkalmas, vagy hogy milyen dalok állnának nekem jól. Tehát ez, 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 nagyon volt kedvem, és nagyon örültem, hogy, hogy, hogy bekerültem ebbe a műsorba. Azt sajnáltam, hogy ilyen hamar kiestem, és és maradtam volna még, mert nagyon jól éreztem magam. Szerintem ott egy egy elhibázott dalválasztás is volt, amitől halára görcsöltem magam, és, és hogyha én elkezdek félni, akkor, akkor, akkor két esélyes a dolog, mert vagy megugrom magamat és, és ez a plusz, tehát a, a, a félelemtől valahogy még, jobb, uh -huh. még jobban teljesítek, vagy pedig teljesen maga alá temet. És ez történt. Az utóbbi történt, szóval vannak még olyan sorokba, amikben nagyon szívesen elmennék. Azt nem érzem, hogy, hogy, hogy csak azért, hogy szerepeljek, azért elmegyek főzni, vagy a dzsungelbe csótány tenni. tenni. <laughs> Csak azért, hogy, hogy ott legyek. Tehát, hogyha valami engem hív egy, egy ilyen showműsorban, akkor nagyon szívesen, és most tudnám is konkrétan mondani, melyik a másik, amiben nagyon szívesen elmennék. Ö, Fogadjunk, hogy táncolni kell. Benne. Igen, táncolni <laughs> talán, az, Azt gondolom, hogy ez egy picit mindannyiunkban benne van, és műfaját tekintve, ha más jó műsor, én egyébként ezt szeretem, ahol az ember tehetségét fogjuk tudni megmutatni és, és kiadni magából, tehát legyen az táncos, vagy énekes, vagy egyébként bármi, amiben van tehetség, az egyénet, csak hát hogy ez a két legjellemző, tehát én sem a csótányevős műsorokat szeretem, és nem is azt tartom nívósnak. Az, hogy vannak az részletkérdés, tegyük akkor ezt egy pontra. Vagy azt gondolom, hogy nekem nagyon nem állna jól, én nagyon nem érezném jól magamat, de... de... Igen. Na nézzük azt, hogy mi áll neked jól. Az én rajongásom hozzád meg fogsz lepődni az elakezekkel a papámtól hoz köthető, amelyet egyébként pont úgy láttam, hogy volt szerencsém a premiért megnyitni, és még a nyelvem is össze akart a címén, úgyhogy most gyorsan ki akartam mondani egyre. <laughs> és én úgy néztelek téged, nem mondom, hogy az áhított a legjobb szó, de hogy olyan rajongással, hogy szíven, olyan... Nagyon Tényleg, őszintén mondom, egy, egy nagyon szép nőt láttam, imádtam a ruháidat. Jó, ez mondjuk mellékes. Nem sajnáltad, amikor be kellett abban a csodában ugranod a vízbe? Vagy hát esned relatíve? Képzeld, hogy Fartoszínű. több ruhám volt. Hát, hogy volt egy, 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 egy gyönyörű, és volt egy vízbelsős, amit ah. lehetett roncsolni. Jó, ez most engem is megnyugtatott egy kicsit, de nem is ezt akartam mondani, hogy olyan játékot láttam akkor ott a vásznom, ami annyira természetes volt, ami kihozza a karakternek azt a fajta ényit, amit lehet utáni is, meg lehet szeretni is, hogyha mögé látsz. És én, én, én nagyon szeretem ezt a fajta színészi játékot, már-már már azért is, mert szerintem a magyar színészekben van egy pici, de ezt, és erre vagyok igazán kíváncsi, egy olyan fajta túlzó mód, amit mondjuk egy, egy amerikai filmnél nem feltétlenül látsz. Nem tudom, hogy ez miből eredhet, vagy másképp jön át a karakter, de hogy mindig azt mondom, hogy kicsit rájátszanak a szerepre, ami engem szokott taszítani. És nálad annak ellenére, hogy egy kvázi gonosz karaktert láttunk. Én, én, fürdőztem abban, amikor téged mutatott a kamera. Vélhetően szeret is a kamera, nem véletlenül. De te erről mit gondolsz, hogy ez a fajta természetesség, ez tanulható? Tehát ez tesz igazán nagyjá egy színészt és egy színésznőn? Vagy, vagy tényleg jól érzem, hogy van a magyar filmművészetben, színházművészetben egy olyan fajta túlzás, ami egyszerűen bennünk van, és ez a hazai műfaj. Vagy egy ilyen zsigeri, istenadta tehetség. Ez a szó, ez a hmm. jó szó szerintem. Hát ö, én ezt én, én, én nem tudom neked most megmondani, hogy hogy, hogy, ö, hogy, hogy ez sok-e vagy nem, vagy hogy amikor, amikor én erre a szerepre készültem, akkor a, a, eszembe jutottak ilyen meghatározó amerikai mesefilmek. Tehát ö, a Harry Potter, a Demona, tehát nagyon sok olyan mese van, vagy, vagy Kicsit, én... a száz egy kiskutya szerintem, Igen, szörnyel a, persze. a És ez, 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 ezek, ezek erős ecsetvonásokkal felfestett karakterek. Itt sok minden színés, csak nagyon jó. Tehát, hogy igazából nekem soha nem azzal, vagy, vagy hogy soha nem azzal van bajom, hogy, hogy, hogy valaki nagyon erősen játszik, hanem az, 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 az inkább azt szokott fájni, hogyha nem jó. De, hogy, de, de hogy nem, éppen, ő... a, nem, nem éppen attól ez nem jó, mert túlzó játék? Hát ez egy, ez, egy, ez egy mese karakter, ez a nő. Tehát hogy amikor elolvastam a forgatókönyvet, akkor, akkor pontosan éreztem, hogy ezt hogy kell játszani. És a Katával, a dobókatával, ugye ő volt a, fő, a film rendezője, Teljesen egyetértettünk abban, hogy, hogy ezt a nőt hogy kell eljátszani, és igazából ilyen terelő instrukciói voltak, de de nagy összeveszéseink, vagy nagy összefeszülések nem voltak, hogy, hogy én más gondoltam volna, vagy ő más gondolt volna. Nagyon adta magát, és nagyon éreztem, hogy, hogy ez a nő milyen, azért is, mert már rengeteg ilyen gonosz nőt ö, nézek, ugye gyerekkorom óta a mesékben, és nagyon, nagyon a részünké vált, hogy milyen egy... Egy, 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 egy fő gonosz. Azt szokták mondani a színészek, hogy sokszor ugyan saját tapasztalataikból kell merítkezni ön. Most ez egy gonosz karakternél azért lehet akár sarkos is, hogy akkor ez úgy benned van, bennünk van, vagy Verszé. ilyenkor... Hát... Igen. Tehát olyankor tényleg azt kell előhoznod magadból, ami... Vagy talán mondhatom azt, hogy végre előhozhatod magadból. Van egy, egy fék, egy kontroll rajtunk a mindennapokban, és végre ott kiadhatod, hogy na most kijöhet. Szerintem igen, hogy annyi mindent fegyelmezünk le, és annyi mindent nem mondunk ki, és, és nem viselkedünk úgy, hogy, hogy, hogy meg, meg, megbántsunk másokat, és itt meg teljesen szabadjára lehetett ezt engedni. És hát, és hát mindeközben meg szerintem ő egy nagyon, jó humorú nő lett végül is valahogy, tehát hogy erre is büszke vagyok, hogy volt egy ilyen faktor is ebben az egészben, hogy hogy azért szerintem ő egy tök, tök, jó, tök, tök jó csaj, vagy hogy nagyon vicces. Nekem, nekem nagyon élvezetes hát, volt. Igen, te most ugye egy karakterre gondolsz, én meg rád. Tehát, hát ja, ja, így, szerint, szerintem most. is jó csaj, igen. <laughs> jó csaj vagy, de igazából ez a kicsit még egy következő témánkat is előrevetítem, de nem véletlenül hoztam én azt be, hogy mondjuk megvan-e az emberben ez a fajta. Persze, hogy megvan. Szerintem mi, mi, mindannyiunknak van egy, van egy, van egy ilyen... Hát nem is az, hogy egy másik oldala, mert hát, mert hát hányfélék vagyunk, de de hogy én magamról azt tudom, hogy hogy nagyon sokszor lefegyelmezek olyan gondolatokat, ö, amiket egyébként, ha nem én lennék, vagy, vagy, vagy hogyha megtehetném, akkor... Én, akkor Miért akkor nem akkor, meg szerinted? Hát azért, mert majd inkább eljátszom egy szerepben. Ők jó eszköz van a kezedben, de ezt nem mindenki tudja elmondani magáról. <laughs> nem tudom, nem, nem gondolom magam egy gonosz embernek, de hát gonoszt játszani nagyon élvezetes. Na, ú, hát az biztos. Ha színésznő én csak a gonosz szerepekre mennék hát rá, mert abban van igazi játék, nem? <laughs> hát abban tudod megmutatni, hogy mire vagy Persze. képes. Azért is gondoltam innen indulni, mert ugye van egy csodálatos szerkesztőm Szellák Vivian személyében, aki ilyenkor a hátteret mindig összerakna olyan nekem, hogy ti már ugye előtte beszélgettek, és vastagon van szedve egy mondat, ami úgy néz ki, vagy úgy hangzik, hogy a női kamu sztereotípiák, amelyek megdöltek számodra. <laughs> és, hogy, és hogy, és hogy ilyen, ugye természetesen egy picit itt a belső énedből, meg azokból a feladatokból, vagy talán azt mondom, hogy szerepekből, hogyan merítkezel a színpadon, amit mindannyian kell, hogy játszunk, de mitől várik egy ilyen szerep, vagy éppen egy ilyen megjelenés kamu sztereotípjává. Nagyon kíváncsi váltett ez a gondolat. Én nem tudom, hogy ez milyen mondat, Lehet, hogy nem te mondtad, vagy hanem hogy... ugye ez ő a hozzáadott gondolata természetesen ahhoz, de biztos vagyok hogy, hogy ahogy beszélgethettetek, ez ugye felszínre tört, hogy, hogy esetleg látsza -e valami olyan fajta működési rendet a világban, hogy túl sok a kamu. Ja. <laughs> és ez egy kicsit kényszeresítesz másokat, akik ezt látják és elhiszik. Uh -huh. Fú, hát most megfogtál, mert most annyira nem. Nem tudom, volt célom vagy. pedig. <laughs> nem, nem az volt a cél. De <laughs> hogy én ilyet mondtam volna, vagy, vagy, vagy hogy nem nem tudom. Nem most. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy te mondtad, hanem valószínűleg mondjuk kezdhetett ezt... egy gondolatod egy ilyen érzést. Uh -huh. De én inkább kérdezlek téged erről, hogy, hogy hogyan látod, mindazt a sokfajta szerepet, aminek mondjuk akár egy nőnek meg kell felelni. Hát vagy az, így A sok minden napóban. ránk van tolva és nagyon. Ö, nagy teher van rajtunk. De én nem, nem gondolom, hogy a, 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 csak a nőkön szerintem férfinak is nagyon nehéz ma lenni. Ö, Embernek úgy egyáltalán, hm. és. És hát igen, azt az, 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 az nagyon nehéz feldolgozni, hogy, hogy vagy összeegyeztetni, hogy ö, bevásárolsz, postára mész intézed az ügyes, bajos dolgaidat. eközben én nem, nem nagyon szoktam se sminkelni, se frissen odrászolva lenni, tehát hogy én én ilyen loha, loholós üzemmódban vagyok ilyenkor, és. És akkor nagyon nehéz az, amikor. amikor azzal találkozol, akár akár a közösségi média felületeken, vagy akár nem tudom hol, a, a tévében, és minden az újságok címlapjáról az dörr rád, hogy legyen mindig gyönyörű hmm. és tökéletes és legyél ö, önmagad legjobb verziója. Amikor azt érzed, hogy éppen a legrosszabb vagy, akkor is van rajtad egy ilyen nyomás, hogy, de azért ez nem kéne, hogy így legyen. Tehát, hogy gyorsan azért szed rendbe magad, és akkor legyél nagyon boldog. És, szóval, hogy van rajtunk egy ilyen, egy ilyen állandó ilyen nyomasztás, hogy, hogy milyennek kéne lenni, valami ilyesmi. A cáfolatot most eszembe, egyébként hogy Hát ugyan, nem ételem, vagyunk olyanok, hanem nem, de olyanok ezt vagyunk, amilyenek vagyunk. érdekes, éppen. hogy el kell mondani újra és újra, nem? Hogy mindannyiunkat, még saját magunkat is meg kell erősíteni abban, hogy mindenki úgy néz ki reggel, ahogy kinéz, hogy van jobb napja, meg van rosszabb napja. A, a megjelenéseiden például én mindig ilyenkor a, a közösségi oldalból szoktam merítkezni. Én látok egyfajta természetes... Ott van most Itt még, igen. Láttad a szememben, hogy oda kukucskálok. Igen. Az, hogy hát... Mégiscsak megtisztelem a vendégemet azzal, hogy tudom, hogy kiről van szó, és hogy, és hogy merítkezek, mert szerintem én azért hiszek a közösségi média bizonyos típusú erejében, és ott te tudod irányítani a megjelenésedet, te tudod irányítani azt, hogy mit kommunikálsz magadról, milyen képet mutatsz, és hogyha ez nem egy erőltetett, hanem tud a maga természetességeben megjelenni, akkor ebből azért sok minden leszűrhető, és akkor én ezt itt szeretem szemezgetni. Nálad egyébként ezt látom, hogy semmi kényszer nincsen benne, semmi erőltetés, hogyha éppen úgy van, hogy kocsiban fotózkodsz, vagy egy fotózásról, még egy backstage fotó, vagy egy magazinfotózás, minden oldaladat látom, és hogy ez egyébként szerintem egy nagyon szerethető típusú hozzáállás, talán így mondom, hogy hmm. nem akarsz egy ilyen kamut mutatni, hanem az igaz. Hát igen, de nyilván mondjuk azt nem kötöm a, a... A követők orrára, amikor éppen teljesen magam alatt vagyok, vagy, vagy hogy így húzom magamat egy, egyik bevásárlásból a másikba, de hogy akár egyébként azt is lehetne, csak azt nálam szerintem sokkal humorosabban csinálják. Ő, igen, ebben egy win helyzet, nem? Hogyha éppen <laughs> paszban vagy, suktam, majd kisípoljuk, akkor lehet, hogy valakik a követők közül a szeretetükkel, meg a rajongásukkal fel tudnak pont, hogy emelni. Igen, meg én pont a, Balázsandi Balázs Andi oldalát szoktam nagyon sokat oh, nézegetni, vagy én, nekem ő nagyon jó barátnőm, és, és azt hiszem, hogy a humor az, az, az mindenek felett áll, vagy az, vagy az a legnagyobb ütőkártya. Úgyhogy én, én őt nagyon bírom ezért is, mert mert, mert elképesztő humora van. Nagyon szeretem azokat az embereket, akik megnevettetnek. Mi ott tartottunk, hogy nem csak én rajongok érted, hanem te is rajongsz másokért, például Balázs Andiért is, aki többször volt már itt a műsorban. én is imádom, tudja jól, úgyhogy ez érthető. És azt mondtad, hogy ugye a humor az milyen jó eszköze annak, hogy hát még a legmélyebb pontról is, akár magadat is ki tudod rántani, az, akár azokat az embereket, akik körülötted vannak. Egy picit engedj meg, hogy mutassak egy másik képet. Nekem például a humor a te jelenlétedből sokkal kevésbé ütközik ki, vagy látom azt. Én egy, egy karizmatikus, egyébként jó nőt látok, aki sokkal inkább egyfajta művész irányból fogja meg az életet. Ez létezik, vagy én rosszul érzékenem? Hát majd nem sokára elindítunk egy oldalt Dankó Pisti barátommal. Igen. Van egy sorozatunk, egy van egy filter, ezzel most nem azt akarom bebizonyítani. A no filter. Ilyen. Igen. Hogy én milyen ö, nagyon vicces ember vagyok. Ö, egyébként néha vicces vagyok, tényleg. De de hogy ö, van egy van egy, ö, van egy sorozatunk. Nem tudom, hogy láttad-e már amúgy, hogy lehet, hogy ha láttad volna, akkor emlékeznél rá. Valószínű, hogy így nem akartam. Van a, rá, a, igen. a, a Danko Pisti barátommal, ö, aki ugye a színházban is a kollégám, van egy, ö, van egy sorozatunk, amit, amit néha megszoktam osztani amúgy, főleg Facebookon osztottam eddig meg. De csinálunk ennek a kis embernek egy, egy Instagram oldalt is hamarosan. Mármint, hogy egy fiktív ember? Igen, ő egy filter, a Pisti arca, csak előtte van egy filter, és, és ennek elég nagy rajongó tábora van már, és ezeket a kis filmeket én szoktam rendezni, és erre rendkívül büszke vagyok. Uh -huh. Szóval ez jutott most erről eszembe, már mint így a. a a humorral kapcsolatban, de, de mm, igen, szóval ezt sajnálom, és ö, egyébként hát, szóval ez nem törekvésem, hogy, hogy tűzön vizen át az emberek, meg tudják, hogy, hogy nekem van humorom, de, de a barátaim, hál' Istennek nagyon értékelik, vagy hogy szeretem őket szólni. És reméljük, hogy még, még többen fogják is értékelni. Akkor ez mit jelent egyúttal, hogy van még olyan pont, az életedben, vagy vagy nem is tudom akár, hogyha ezt egy nagy nézem, akkor rakjuk össze itt az elemeket, és mondjuk ott még hiányzott egy, egy olyan ö, kis négyzet, amit ki kellett töltened, hogy még ezen a felületen még így is meg tudjál jelenni. Mert hogy vannak azok a kategóriájú ismert emberek, akik abszolút a szakmaiság mentén haladnak, és például elzárkóznak mindenféle magánéleti megjelenéstől, Igen, bulvár médiától, show műsortól, ugye a mainstream világtól, és vannak azok, akik ebben meg teljesen jól megtalálják a magukét, még akár túl soknak is mondhatom. Én ebből egyébként téged az előző, az előbbi csoportba raktalak volna. Most mégis azt érzem, hogy van egy abbéli szándékot, hogy egy picit többet mutatni magadból, ezt jól érzékelem? Igen, csak legyen olyan, ami nekem való. Tehát, hogy én nem minden áron szeretnék. Tehát én, én nagyon szívesen... Nagyon szívesen próbálok meg ö, új dolgokat az életemben, csak, ö, csak legyen nekem való, vagy legyek benne önazonos, vagy legyen ö, azt jó nézni, vagy hallgatni, mert mert csak azért, hogy kiugorjak egy repülőből, tudod, hogy így ilyen ejtőernyővel. Nem, mm -hmm. nem tudom, még nem csináltam. Mert hogy az az. az, az Hát az olyan felszabadító vagy ott, ott így meg megléped magadat. én azt nem akarom. Tehát meg én, én ettől félek. Tehát, hogy nem arra vágyom, hogy vakmerő ö, dolgokat csináljak, hanem arra vágyom, hogy, hogy, hogy boldog legyek, vagy hogy pillanatokra azt érezzem, hogy na, ez most egy nagyon jó élmény volt, és hogy. Mm, tehát tulajdonképpen, amit majd hoz az élet, az majd, majd meglátom, hogy az Elbírod nekem valója, még? Vagy nem. Mert mondtad, hogy nagyon sok dolgod van, és ezer felé pöröksz állandóan te is, és akkor még az ezer egyedik dolgot azt simán be tudod vállalni? Hát, vagy valahonnan el kell csípned, el kell csípnod, mert helyet kell neki teremtened. Hát figyelj, most felhívnának egy, egy, egy egy kérdéssel, hogy itt van ez a műsor, ezt elvállalod-e, akkor, akkor, ha nagyon kedvem lenne menni, akkor nyilván úgy alakítanám az életemet, hogy, hogy ez lehessen. Tehát annak helyet csinálni, amire vágysz, azt szerintem azt, azt mindig meg kell tenni, és valamitől el kell búcsúzni, ami meg már meg már régi, és nem szolgál téged, vagy nem szolgálja a te növekedésedet, vagy a te fejlődésedet. Sok ha ilyen búcsú van az Most egy picit. Hát egyre több, mert ö, nagyon sokszor azt vettem észre, hogy rengeteget teszek, vagy rengeteget adok, és ö, és ö, és nem az volt a baj, hogy nem kaptam vissza, hanem az, hogy ö, hogy, 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 kizsigerelt. Tehát, hogy, hogy, közben most már meg kellett tanulnom nemet mondani olyan munkákra, vagy olyan élethelyzetekre, amik, amikről biztosan tudom, hogy az nekem nem lesz jó. Már nem megyek azért bele, hogy jaj, őt ne bántsam meg, jaj, ő majd mit fog szólni. Csinálom a munkámat, dolgozom nagyon sokat, és, és azt hiszem, hogy nagy erőbedobással, de de onnantól kezdve, hogy azt érzem, hogy hogy ez már a vérem szívása, a, 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 ott, ott, le, ott már lezárok, és hogy volt azért egy ilyen nagyon ő, kemény lecke, ami alatt ezt megtanultam. Pont erre szerettem volna rákérdezni, ne is Igen. nagyon menj kérlek tovább, hogy mi a vízválasztó, mert megtanulni nemet mondani, egyrészt nem egy hosszabb folyamat, tehát Igen. mindannyian, én azt gondolom, mindannyian beleesünk abba hát nevezük hibába, nem biztos, hogy hiba ez egyébként, egy tanulási folyamat, hogy Többet, mást vállalunk valamilyen magasztosabb cél érdekében, mint amit ugye éppen akkor meg kell tennünk, mert azt gondoljuk, hogy az a járható út, vagy mert egyszerűen tényleg át kell esnünk ezeken. Mi volt nálad a vízválasztó? Ö, hát, hát én nagyon ö, nagyon konkrétan meg tudom mondani, hogy hogy egyszer csak ö, pánikoltam olyan helyzetekben, ahol, ahol addig teljesen komfortosan éreztem magamat. És akkor tudod, így nem tudom, mindig, amikor így hallottam erről, hogy valaki pánikbeteg, vagy ilyen, nem tudom, pánikrohama van, akkor egy kicsit így azt éreztem, hogy na, jó, szóval ezek ilyen... Előr? Hát vagy hiszti, vagy nem tudom. Hmm. De, de, de amikor veled megtörténik, akkor rájössz, hogy, hogy ez mi. És hogy, és hogy van egy, volt egy ilyen pont, amikor, nem tudom, a metrón utaztam, és, és azt éreztem, hogy Erről a, erről a metróról én többet nem fogok tudni leszállni, mert itt fogok meghalni. És, és ennek nyilván voltak fizikai tünetei, tehát hogy szorítottam elkasom, nem kaptam levegőt. Hát a pánikroham teljesen klasszikus tünetei. És akkor természetesen leszálltam, és, és nem tudom, vettem nyolc mély levegőt az utcán, és jobban lettem, de utána kénytelen voltam azon elgondolkodni, hogy ez. Hogy ez Miért van, vagy hogy mi okozza, vagy mi történt. De túlvállaltad magad, vagy éppen hát egy olyan igen. élethelyzetben voltál, amint nem akartál, és zsigerileg küzdöttél ellen, csak Szerintem nem is Ez a kettő fel. egy, hogy nem akarod, de mégis csinálod, ö, közben nem, nem tudod végig, tehát én nagyon sokat ö, lennék egyedül, vagy többet lennék egyedül, mint amennyit vagyok. Ö, ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem szeretem a vőlegényemet, vagy hogy nem szeretem a barátaimat, csak hogy igazából akkor tudok itt uh, tisztázni magammal mindenféle mm, dolgaimat elpakolni és, és helyre tenni a, azt, hogy éppen mi zajlik bennem, hogyha egyedül vagyok. És, uh, és ezután az eset után, ami egyébként tényleg nem volt egy, nem volt egy, egy, egy um, nem tudom, tehát hogy nem, nem volt egy balesetem, hál' Istennek, vagy nem volt keményebb a lecke, mégis megijedtem annyira, hogy azt érezzem, hogy ez nekem nem fog így menni tovább, és hogy, hogy többet kell magamnak adnom, mert mert hogy igazából ez az, ez az én felelősségem, hogy úgy gondoljak magamra, mint egy jó barátomra. Hm. De előtte mit éreztél? Nevezzük ezt megfelelési vágynak, vagy kényszernek, hogy az a túl, túlvállalás, amit addig produkáltál, az valami külső nyomás volt, hiánypótló volt számodra, egyszerűen jöttek a lehetőségek, amikre nem tudtál, vagy nem akartál nemet mondani? Hát fi, ezek főleg, főleg ilyen szinkron munkák voltak, és, és, és én nagyon hálás vagyok a szinkronnak, mert, mert én, én nagyon szeretek szinkronizálni. De amikor elhatalmasodott ez az életemen, és, és reggel nyolctól fél tízig dolgoztam, utána bementem a színházba próbálni, utána délután is visszamentem szinkronizálni, és este játszottam, még igen, utána lehet, hogy még utána más, még, még éjszaka is volt egy forgatás, hogy ezt nem lehet hosszan csinálni. Egyszerűen, tehát nem akarok ilyen drámai lenni, csak hogy az, azt éreztem meg, hogy ez, ez nem fog tovább menni. Ör, és igen, főleg, tehát ezek forgatások, éjszakai forgatások, tehát amikor pörög az élet, az tök jó, és nagyon, és nagyon hálás is voltam, de, de hosszú távon nem lehet csinálni, mert, mert összeroppan az ember alatta. Igen, én abszolút értem, és érzem, amitről most beszélsz, és ráadásul azt gondolom, hogy a te életedben most pont sok olyan dolog van előtted, ami még talán egy kicsit várat is magára, ugye most fél szóval beszéltünk már arra, hogy új otthont teremtettetek, hogy komoly párkapcsolatban, vagy vőlegény, vagy ugye az anyaságról is bármikor szívesen beszélsz, hogy még úgy előtted van és várod. Na ennek a sok mindennek tényleg helyet kell tenni, helyet kell teremteni az életedben. Igen. Te úgy képzeled el magad, a, mint aki mondjuk vissza is vonul némileg a szakmától, akkor, hogyha majd megérkezik a, a gyermeketek az életedbe, vagy pedig te egy ilyen aktív anyának látod magad, aki a kettőt együtt fogja tolni, és pörgeti a labdákat, ahogy az a csövek. <laughs> Remélem, hogy ez, lesz. <laughs> ez az utóbbi. Nehezen tudnám elképzelni, most azok alapján, amit meséltél, hogy akkor te hazamész és visszavonulsz, pedig kimondtad azt is, hogy egyébként by the way, erre vágynál. Tök kettős, nem? Az, igen. Hát, <gül> <gül> igen, nem tudom, hogyha, hogyha én a szerelmemre gondolok, akkor, akkor egy ilyen örök, örök mozgásban lévő, nagyon és mégis nagyon megnyugtató ember van előttem, vagy hogy én, én, én valahogy így látom őt, és nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy hogy ne úgy ö, folytatódjon az életünk, ahogy amilyen tempója most van. Tehát szerintem, hogyha egyszer ö, többen leszünk, mint ketten, akkor is ö, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon lendületes, vagány tempója lesz, vagy dinamikája lesz ami ami összetartozásunknak, amit, amit igazából remélek, mert, én, mert én, ö, én nem tudom elképzelni, hogy, hogy így nagyon hosszan, ö, nagyon hosszan így, be, be, begubózzak. Nyilván, amíg az embernek egy pici gyereke van, hát most ez, nyilván ez egy ilyen időszak, amikor még a legeleje. De, de én, én valahogy a szüleimen is azt láttam, vagy, vagy azt éreztem, még ha nagyon sok minden van is, ami, ami, ami igazából ilyen, hát nem is tudom, most ezeket nem, nem, fájdalmaknak akarom hívni, de ami, amik, amik mégiscsak ilyen, amit így gyerekként megélsz, mm. hogy, 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 azért lehetett volna ezt hogy is, vagy hogy, vagy, hogy, vagy, vagy, vagy az ő hiányosságaikat ö, látom, de de senki másnak nem lennék a gyereket, csak az anyámnak, meg az apámnak. Tehát, hogy valahogy mégiscsak azt érzem, hogy, 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 az, amit, a, amit ők tettek, az, az, a legtöbb, amit tudtak tenni, az, az így nézett ki, és, és én nem is akarnám, hogy, hogy mások legyenek a szüleim, mert közben meg azért nagyon hálás vagyok, és itt csatolok vissza a kérdésedre, hogy, hogy ők, ők nem szűntek meg önmaguknak lenni azért, mert lett egy gyerekük, és valahogy ezért lehet, hogy néha nekem hiányérzetem mm -hmm. volt, hogy, 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 az anyám elmegy, mert előadása van, pedig szeretném, hogyha itt maradna, de, de hosszú távon meg mégiscsak hálát érzek, hogy, hogy, hogy láthattam őt ilyen elhivatottnak, vagy hogy, vagy, vagy hogy, vagy, azt, azt eltanulhattam, hogy milyen, amikor, amikor ennyire szenvedélyesen hmm. szereted azt, amit csinálsz. Szóval összességében azért pozitív. Igen, és ezen a szoktad, ezen ezen Igen, jó hír. Ennek azért nagyon örülök. <laughs> de <gül> ugye ezen, mint hogyha ezen már egyébként gondolkoznál, hogy mi az, amit feltétlenül tovább viszel, és szeretnél majd átadni, és mondjuk vannak olyan dolgok, amit némiképp másképp csinálnád, de mondjuk talán mindannyian így vagyunk, nem? Persze. Hogy Hogy mérlegeljük, hogy mi az, amit kaptunk, mi van a batyunkban, és mi az, amit nem szeretnénk továbbadni, és mi az, amit feltétlenül... Mondjuk az elhivatottság az az egyértelműen kicsengett a szavaidból, hogy, hogy neked olyan, hogy, hogy azt mindenképpen minél tovább. Hát igen, hogy a munkát azt mindig, mindig nagyon nagyon ö, fontosnak tartották, és hogy, ö, és hogy és hogy lelkiismeretesen és és, ö, és alázattal dolgoztak, és az nekem mindig mindig nagyon szembetűnő volt, hogy hogy mind a ketten nagyon sokat ö, jártak próbálni, meg meg ö, meg ez egy, ez, tehát hogy, hogy nem, nem, nem. Te ugyanígy működtél? Nem egy volt félváról véve? Ö, igen, azt hiszem igen. Bár, bár én egy elég, tehát hogy, hogy ö, hálás vagyok és, és alázatos, de egy ponton túl, amikor azt érzem, hogy hogy itt most megint ezt a szót tudom csak használni, hogy a vérem szívása van, akkor, akkor viszont ott, ott van egy pont, ahonnan már nem, nem, tudok visszafordulni. Tehát ha azt érzem, hogy, hogy lopják az időmet, vagy, vagy hogy mondjam ezt neked, tehát nem nem, 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 haladunk abban a tempóban, ahogy egyébként lehetne, akkor, akkor elkezdek feszült lenni és ideges attól, hogy, ezt, hogyha egy picit jobban gatyába ráznánk magunkat, akkor ezt, 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 ami... Ö, amit el kellett volna végeznünk, ezt már rég megcsinálhattuk volna, igazából ennyi. Lehet, hogy így. neked, mert mondtad, hogy most rendezel is <laughs> valamilyen formában. Igen, kérlek. Igen. Köszönöm, hogy ezt lehet, tett, hogy egyébként jaj, újra szóba De benned, benned van egy ilyen, hogy amúgy a másokat irányítani és vezetni sokkal jobban is tudnád csinálni, mint ahogy azt éppen Szerintem teszik amúgy azt. Szerintem nem. Nem, nem? Nem, ö, nem, én a Dankó Pistit szeretem rendezni, mert ő hagyja is, mert ő készségesen minden hülyeségemnek aláveti magát. De, de ilyen, ilyesmi nincsen bennem. Szóval inkább az, arra vágyom, hogy, hogy valaki olyan nagyon ö, belém szeressen. Tehát, hogy például, hogyha mondjuk most a Borbély Alexandra barátnőmre gondolok, egy csodálatos... Jaj, jön, én nem akarok előre szaladni, csak hogy a szerencse vagy az, hogy... Nem, mondd csak, csak jutott, hogy hát elvileg vőlegényed van, tehát valakivel már megtörtént. De most szakmailag. Jelent. De mondd, kíváncsi vagyok, abszolút. És ő meg újra és újra, remélem, hogy fog. De hogy a Szandrával kapcsolatban csak ennyit akartam mondani, hogy hogy ő egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született. És azt hiszem, hogy több szempontból is, de hogy... hogy Soha semmit nem irigyeltem tőle, de ezt, de ezt nagyon vágynám, ami, ami vele megtörtént. Hogy hogy találkozott egy egy fantasztikus rendezővel, aki azt mondta, hogy én ezt a filmet veled akarom leforgatni, te leszel a főszereplő, és ennek volt egy ilyen diadalmenete. Ugye most a testről és lélekről című filmről beszélek. És, és hogy ezt tulajdonképpen szerintem mindenki vágyja, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy de én ezt veled akarom, mert ezt, ezt te tudod megcsinálni. Ö, és akkor ilyenek voltak már az életemben. Ö, azt hiszem, hogy vannak is. Igen, biztos állíthatom, hogy vannak, de nagyon remélem, hogy még lesznek. Tehát, hogy azért ö, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Milyen nagy találkozásokat hoz uh -huh. még az élet? Szóval, hogy a, az, az, hogy egy, nem tudom, nem szeretnék jósnőhöz nőhöz menni, mert biztos a rosszakat is elmondaná. De erre például olyan kíváncsi lennék, hogy, hogy mikor és mi lesz. Tehát így várom tulajdonképpen azt, hogy... hogy hogy valamilyen új lendületet vegyen az életem. Á, az újszerűség itt, a, amin a hangsúly van, vagy, vagy sokkal inkább egyfajta pálya ív, amiről, amit most el kell képzelnem, hogy abban testesen neki az lenne a csúcsa a pályafutásodnak. Csak hogy igazán jól értsem azt, hogy mi az, ami. Amire én nem most tudok ilyet vannak, hogy mi lenne a csúcsa. Uh -huh. Nem, én, 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 találkozásokra gondolok, vagy jó munkákra. Tehát ilyen. ilyen ilyen hegy, 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 csúcsot, ahova letűzök egy zászlót, nem tudok elképzelni, mert nyilván nyilván ez egy út, vagy úgy gondolok rá is. Hát, különben elindulnál a K2 felé, tehát van, van ilyen. Hogy oldod meg azt, ha ezt meg kell oldanod, és tökre örülök neki, hogy ezt most kihangsúlyoztad, hogy például a, a Szandra felé nincsen benned egyfajta irítség, és ugye ti köztudottan jobban vagy ott a hármas otokban benne van még Eke Angéla is, és nekem van mindig az a félszem, hogy szakmán belül szerintem nagyon nehéz igazán jó mély kötődő barátságokat kialakítani, hogy erre vagyok kíváncsi, hogy ezt hogyan, hogyan tudod, hogyan zárod ki, kell egyáltalán kizárnod, vagy ti tényleg nagyon jól működtök együtt barátnőként? Jól működünk együtt, és ennek főleg az az oka, azt hiszem, hogy, hogy mindig azt mondjuk, ami van. Tehát, hogy nagyon őszinték vagyunk egymáshoz, ö, akkor is, hogyha éppen valami nagy baj van, vagy köztünk, vagy az életünkben. Mert hogy ilyen is van, egy, egy barátság az folyton Alakul és folyton ö, változik, ugyanúgy, mint egy szerelem, azt hiszem, a, hogy folyton egy, tehát egy ilyen gömbnek képzelem el, ami így, ami valami folyékonyjal van tele, tehát hogy állandóan alakot vált és nő, vagy, vagy összébb megy, vagy szóval, hogy egy ilyen, egy ilyen képlékeny, anyagnak képzelem, vagy érzem, és ennek a legfontosabb, egyik legfontosabb eleme az őszintesség, és hogy köztünk ez jól működik, tehát hogy mi tudjuk azt mondani, ami van, vagy hogyha valamelyikünk nem mondja az igazat, akkor, akkor tuti, hogy rá van erre kérdezve, hogy most miért nem azt mondod, ami van, mert ezzerszer jobban ismerjük egymást mm -hmm. ennél, mint sem, hogy azt mond nekem, hogy mert tudom, hogy... Ö, de hogy... Igen, de hogy mit, mit is kérdeztél? Inkább csak az volt a kérdés, Saját el, hogy... Saját magam hatása alá kerültem egy pillanat. Örülök neki, hogy hogy az irítséget, mint faktor, hogyan ja, tudjátok jól kizárni a barátságotokból, mert mindig izgalmas kérdés, amikor ugye szakmán belül válik kézzelfoghatóvá, ott vagytok hárman csajok, mindannyian azt gondolom, hogy szakmélag ugyanarra vágyhattok, csodálkoznék, ha nem, Persze. de aztán lehet, hogy, hogy, rá tudtok cáfolni, és hogy akkor mondtad, hogy mondjuk a Szandrának van egy ilyen szerencsés csillagzata, és nem érzel ugyan irítséget, de hogy van egyfajta minta előtted, egy kép, amit mondjuk akár te is vágynál. Többet kell dolgoznod? Szerinted másképp kell, más helyeken kell megjelenned? Más emberi kapcsolatokat kell ennek érdekében kialakítani? Vagy mind múlhat ez? Ö, hát nem tudom. Nem tudom. Én amikor, amikor, amikor egy szerepet tudom, castingolok, és, 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 ugyanazzal a négy emberrel vagyok mindig egy castingon. Ö, és akkor, amikor, amikor, nem én kapom, akkor tulajdonképpen arra gondolok, hogy hát igen, jó, hát most akkor ez megint, megint az ő javára dölt el, de hogy, hogy igazából senkitől nem sajnálok semmit, az, azt néha szoktam gondolni, hogy, hogy mondjuk az nagyon, ö, Hát nem is lelomboz, csak hogy néha tudom azt érezni, hogy hogy ö, most már picit több, több, több ö, új arcra lenne szükség szerintem egy egy ö, eb, ebben, a, ebben a filmes körben, amit mi, amit mi így látunk, vagy hogy nagyon sok ember ö, van, akit, akit nagyon tehetségesnek tartok, és nem értem, hogy miért nem forgat is. Uh -huh. Igen, de a barátnőimre visszatérve, ö, szerintem mind a hárman elég különbözőek vagyunk amúgy. Tehát, hogy a Szandrával nekem egyébként azért is... Ö, azért sincsenek ilyen konfliktusaim, vagy nem, 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 volt még szerintem ilyen, hogy egy, egy ö, karakterrel lettünk volna castingolva, mert más, mint én, egyszerűen egy más, más, színű, más színű nő. Tehát, hogy, hogy itt, itt ezen sose veszünk össze, hogy, nem tudom, keresnek egy török lányt, akkor nem biztos, hogy a Szandrát el fogják hívni arra a castingra. Mondjuk a Trokán Nórit igen, és akkor, tehát akkor, vele is nagyon, nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy vele is nagyon hamar le, le, lerendezzük ezeket, hogyha Hogyha van valami, hogy Aj, de szerettem volna, most tudom, hogy te lettél, akkor jó van akkor. De hogy ö, egyébként nem vagyok egy szent, tehát természetesen nagyon tudok irigykedni, és nagyon tudom azt érezni, hogy francba ez én is lehettem volna, de, de konkrétan a másét, azt, azt így nem akarnám magamnak, arra vágyom, hogy nekem is legyen. Uh -huh. de, de azt, ami ami az övé, azt az nem kell, hogy ide adja, mert, mert az az övé. Tehát, hogy valahogy így, nem tudom, hogy ez mennyire sikerült megfogalmaznom. Értem, 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 és pont azon gondolkoztam, hogy amikor így monitorozott saját magadat, mert az előbb is utaltál erre, hogy azért utána, hogy elkezdesz gondolkozni azon, hogy miért ő, miért nem te, vagy mind lehetne mondjuk változtatni, akkor milyen mélységekig szoktál erre menni? Vissza tudsz vonulni, és elkezd, ez kell egyáltalán neked az, hogy elkezdj ezeken gondolkozni, vagy ez olyan, amire megrázod magad, és irány Én mindig tudom, hogy mi ö hogy mi lenne a megoldás vagy nehéz helyzetemre, csak nekem arra kell idő, hogy elhiggyem magamnak, hogy tényleg az. Tehát, hogy elég ösztönös ember vagyok, és elég hamar megérzem, hogy tudod, ilyen, ilyen hang, hangokból a... Nevez inkább intuíciónak. Nem úgy értem, hogy meghűlt. Csak, hogy... Tehát, hogy inkább nekem arra kell idő, hogy, 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 azt, hogy azt elhiggyem, hogy amit először éreztem, az tényleg úgy van. És, és akkor visszamegyek oda, ahonnan indultam. Tehát, hogy sokkal könnyebb lenne az életem, ha már az, ha már az első megérzéseimre hallgattam volna. Sokkal könnyebb lenne. Hányan állsz magaddal? Ö, már mint most úgy kérdezed, ki, hogy... vagy, ki vagy Tehát abszolút jó helyen, jó időben, Többé jó kevésbé bőrben. igen. Többé kevésbé igen. Szeretem magamat, vagy szeretek én lenni, nem lennék más. Azt tudom, hogy, hogy min akarok változtatni, vagy mi az, ami, ami nekem most feladatom magammal, de, de, de egyébként többnyire jó, jóba vagyok magammal. De mi a feladatod? Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami most a leginkább dolgozom. Mm. Hát igazából egyensúlyba szeretném hozni a, az életemet, ö, abban a tekintetben, hogy hogy ö, mindig ilyen végletek embere voltam, hogy, hogy vagy pihenek, és akkor a tengernél vagyok, és akkor senki ne ö, zavarjon, vagy pedig akkor most ezerrel dolgozunk, de hogy, hogy egy olyan élhető, tehát egy olyan, egy olyan életmódváltást szeretnék magamon most keresztül folyatni, ami, amit tartani is tudok, tehát nem egy... Valahogy egy egyensúlyt szeretnék megtalálni, mert, mert erre nagyon szükségem lenne. Tehát, hogy egy ilyen... Most nem csak arra gondolok, hogy három napot jogázzak egy héten, ne csak ilyen kampányidőszakok legyenek, hanem hogy... Valahogy ilyesmi, ilyesmit tudok megfogalmazni, hogy egy kicsit mm, megtalálni azt, ami amit eddig még nem sikerült, mert mindig nagyon végletes volt. Az előbb, ha már a pázult témát hoztam, akkor ezt a vonalat folytatnám is, hogy most az az érzésem hogy hogyha mondjuk, nem tudom, lenne egy Ezerdalapos Pázun mekkorát szeretnél? A ezerdalap simán benne van egy emberöltőben. Nem, Nem? Nem szeretsz Mi, Mivel szeretsz játszani? Mája, megtalálom, megtalálom neked azt, ami. Te a színpadon szeretsz játszani. Van egy nagyon zsúfolt színpadképünk, és van egy-egy monológ, jó? Tehát, hogy akkor legyen ez, és hogy, hogy ott vagy most a monológban, de egyébként mennél a zsúfolt színpadkép felé, ahol egyébként vannak még. Olyan kis hézagok, amiket be kell tölteni. És most ez, ez rajzolódott itt ki nekem, Hű. amihez egyébként úgy kell a szakmai pályafutás, mint a, mint a közönség szeretete, hiszen hát a te szakmád az, az egyértelműen ki van téve ennek a tényezőnek. E, és egy picit még enged meg nekem, hogy visszacsatoljak a beszélgetésünk legelére, amikor ugye a Starbound star Starról is ejtettünk néhány szót, és az jutott eszembe, hogy én egyébként a te karakteredet nem feltétlenül Látom, egy ilyen műsorban, vagy igényem, az igénést úgy értsd, hogy van egy ilyen uh, makulátlan pályaút ki, a tévednék, nekem, ez a gondolatom róla, de ami úgy tényleg megy egyenesen el előre azon a sínen. Ez most lehet, hogy helyzeti előnyben vagyok, hogy kívülről látlak téged, és ugye mások hát a, belül, a belül nem így éltem meg. Nem? Van, vannak olyanok, ahol egyébként, hát ha nem is sorompód, de mondjuk úgy megbicsaklott valahol a, a, történeted? Vagy amire azt mondod, hogy úgy kitörölgetni? Hát lenni, élni, az, 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 az mindig. Nekem, nekem mindig nagyon ilyen erős szorongásaim voltak, vagy kétségeim önmagammal. Ööö, és aztán ezek néha elmúlnak bizonyos helyzetekben, de amúgy egy ilyen kételkedő marc hangoló alkat vagyok. Ezt annyira nem gondolj róla. Pedig... rólad, annyira kis korakán tűnsz nekem. Tényleg, aki, aki tökre tisztában van saját magával, és megy a céljai felé. És Köszi, az... ez megerősít engem, de attól még belül azért, azért hát nagyon-nagyon sok, sok ilyen szorong, szorongásom van, vagy sok kérdésem van, vagy... Hányadán áll, Nem akarom elengedni az előző kérdésem végét egyébként, hogy akkor kell-e a te karakterednek, személyednek például a szereplés, a mainstream vonalban jobban ott elég, hát nem mondom, hogy sok karrier szokott de törni, de legalábbis láttuk már azt, hogy egészen mássá válik a megítélése, mint amilyet a valódi személy vagy személyiség megkövetelne, szerintem. Neked volt ilyen megélés a Ha én azt gondolom, hogy neked van egy magulátlan pályautad és életutad, akkor mondjuk egy olyan típusú műsorban való szereplés, ami, hát még nem szerepeltél ilyenbe, de ha esetleg megtörténne, ö, salkosan mutatja meg a te karaktered, akkor az lehet akár jó is, és előnyödre válhat, és lehet kevésbé jó. Neked kellett az a pályautatban, hogy mondjuk jobban ki tud lépni a még nagyobb közönség elé, hogy láthatóvá váljál? Még nekem, tudod, nekem egy vágyam volt ö, ez erre a műsorra, de de nem, nem úgy van, hogy fekszem az ágyban, és akkor arra gondolok, hogy nagyon szeretnék híres lenni. Ehhez mit kéne tennem? Tehát előbb van a vágyam arra, hogy hogy, hogy, új, nagyon szeretem ezt a Starban Star című műsort, és de jó lenne ebbe bekerülni, mert, mert akkor, akkor, akkor valahogy az az, az, az én, az az én ö, kis, ö, hogy mondjam ezt, nekem, nekem, nekem erre van, nekem ehhez van kedvem, és akkor rögtön, és akkor rögtön el tudok vele kezdeni, így gondolatban foglalkozni, hogy ez tök jó lenne, és hogy mm, ezt szívesen kipróbálnám. De, nem, de ez nem úgy van, hogy szeretném, hogyha többen megismernének, és akkor ehhez, na most akkor melyik műsort uh -huh. vállaljam el. Tehát, hogy inkább ez van előbb, tehát amit már mondtam neked, hogy csak azért, hogy ott legyek, azért nem akarok ott lenni, mert ott vagyok a tévében, és akkor lehet engem látni. Hát most, hogyha valaki eljön színházba, akkor ezerszer több minden kiderül rólam, mint egy, mint egy, mint egy kényszerhelyzetből, ahol meg ráadásul... Ugyan ott vagyok a tévébe, de hát bár ne lettem volna. Tudod, vagy hogy ilyesmire gondolok. Az jutott eszembe, hogy ráadásul a kitettséged az lényegesen megnöveli, és itt most arra gondolok, hogy nem csak a feltétlenül a szeretettel és a rajongással fogsz találkozni, hanem találkozhatsz olyannal és akik mondjuk kevésbé szimpatizálnak vele. Volt ilyen, vagy van ilyen, amikor azzal kell szemben nézned, hogy. Mm, <tosz> 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 pont azért kérdezem, ha, mert hogy ugye az előbb mondtad, hogy Igen. egyébként ez mennyire fontos és számít, és hogyha a helyeden vagy magaddal, akkor ugye ezek azért kevésbé tudnak áthatolni a pajzsodon, de ha valahol Igen. érzed a a gyenge pontot, amiben pont bele tud találni egy ilyen, akkor, akkor azért az ott kibillenthet ebből az egyensúlyi helyzetből. Ezt hát meg én... mennyire szoktad beengedni? Hát engem nagyon megviselt az első, nyilván az ilyen, az ilyen uh, kommentolvasós élményem, ami után magzatpózban zokogtam a ne, előszoba nem. kövön, tehát az, hogy az ilyen iszonyatos volt, hogy vagy... Hogy név nélkül, tudod, ilyen, nem tudom, Peti6660227 leírta, hogy te ki vagy, te takarodj, tudod, és akkor ezek ö, nagyon iszonyatosan rosszul esnek, de hát aztán látod, hogy igazából mindenki kapja ezt, tehát hogy... És akkor most még csak nem tudom, Magyarországra gondoltam, de hát mi lehet a világsztárokkal? Mert érted, én nem tudom, most egy olyan, egy olyan élményemet mesélem, hogy egy adás vagy kettő adásban láthattak engem, és arról volt véleménye X-nek, Y-nak, Z-nek, de hogy, hogy, azért ez nagyon kemény lehet, hogyha tényleg, tényleg egy, egy, egy komoly világsztár vagy, és... De, de igen, hát ez nagyon megviselt, és, és, akkor ezt is meséltem a Szandrának, és mondta, hogy soha ne olvas kommenteket, ne olvas kommenteket, ne. És akkor mondtam, hogy persze, hát mondom, nem is olvasom, nem is olvasom. Tehát egyszer annyira elgyengültem, és olyan kíváncsi voltam, hogy felül ez a... Az e, ősi ösztön a kíváncsiság. Igen, és akkor sajnos megnyitottam a videóm alatti kommenteket, és hát bár ne tettem volna és közben meg az is nagyon érdekes, tudod, hogy megyek az utcán, és akkor, és akkor valaki, nem tudom, múltkor, múltkor megállított, és azt mondta, hogy hát csak azt szeretném mondani, hogy, hogy Katona József Színház csak egy van, vagy hogy az, amit én múltkor ö, kaptam egy, egy előadás után, azt azóta is viszem magammal, tudod, hogy vagy, vagy nem mondanak semmit, de az, hogy odajött volna hozzám egy ember, is, és szem, szemen köpött volna, olyan még nem történt velem. Tehát, olyan érdekes, hogy ezt csak az arctalanság, meg az online térben merik, mert olyan velem még nem volt, hogy valaki odajött volna, és azt mondtam volna, hogy gyűlöllek és szörnyű, és nem, 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 nem bírlak elviselni. Ilyen még nem volt velem. Pont csak a csak anyukámnak én is mondtam, hogy most pont az ATV kapcsán, hogy engem is egyre többen ismernek fel, és szoktak oda köszönni, és ez egy nagyon jó melengető érzés, és ugye ezt mondtam, hogy bár mondjuk nehezen tudnám elképzelni azt, hogy valaki oda is közélem hogy hú, de, mar, de ja, az. Az. ezt azért nem tesszük meg. Könnyebb, igen, így a komment szekció biztonságot nyújtó felületébe igen. elbújni azoknak, akik ezt tennénk meg, sokat szoktam azon gondolkodni, morfondíroz, hogy ez valóban rólunk szó le, vagy inkább arról az illetőről, mert hiszen feltétlenül egyikünkben sincs meg az igény, hogy ezt ugye kifele kommunikálja és mondja másokra, míg mondjuk bennünk meg, -meg van ez a fajta igény. Neked mi a saját mértéket, mértékegységed? Tehát, hogyha ha most azt nézzük, hogy valaki át tudja ezt a pajzsot törni, egy olyan kommentel, ami véletlenül egy ilyen gyenge pontot talál, akkor ott az kell, hogy legyen a háttérben, hogy ott te is esetleg azt érezted, hogy itt nem tettem oda a maximumot, nem, nem a legjobbat hoztam ki magamból. Honnan tudod, hogy te épp abban a legtöbbet adtad a mindent bele? Tehát, bármilyen élethelyzet, most nem csak egy szerepre gondolok, hanem amit eléd dob az élet. Hát először is én, a, tehát a, ahogy... ahogy már mondtam az előbb, hogy hogy most megint ez jutott eszembe, hogy tudom, mert tudom. Azt érzed, hogy te mennyit dolgoztál, vagy hogy, vagy, hogy abban abba mennyi munka volt belefektetve. Ö, És kell ezt fontos nem. volt. Igen, de azért a, sokszor azt érzem, hogy ez egy elég magányos dolog. Tehát ö, mondjuk egy, egy, egy nagy szerepet játszani az is, egy magányos dolog. Vagy hogy sokszor érzem azt, hogy hogy le tudom szűrni azt, vagy hogyha nagyon elbizonytalanodom, akkor azért a szerelmem meg a barátaim mérték. Tehát hogyha tényleg egy elvarázsolt kastélyba kerülök, és, és már semmit nem tudok megítélni magam körül, akkor vagy, vagy, vagy a barátaimat, vagy a szerelmemet megkérdezve azért mégiscsak így, így, így visszapofoznak engem egy ilyen, egy ilyen egészséges állapotba, tehát hogy ne hülyéskedj már, hát... Ez, ez, ez most így jött ki, te mindent megtettél. Egyébként tök jó volt. Tehát most nem csak a sztárban, most nagyon, most igazából a nehéz élethelyzetekre gondolok, ahol, ahol, meg, meg mások esetleg megkérdőjeleztek, vagy vagy kudarcot vallottam, vagy nem, vagy nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Attól még én azt a munkát elvégeztem, és, és jól végeztem el, és és, és a saját tehetségemben sem szoktam elbizonytalanodni, de hogy főleg, főleg miattuk, nem. De aztán még kérdeztél valamit, amit ja, hát, Van egy szeretett? másik kérdésben, nem nagyon hogy enged meg, hogy egy picit a vízére evezek, aztán olyan mértékig adsz belőle, amilyen mértékig szeretnél, de annyira ért a szíve még talán azért, mert vágyom rá, hogy többször úgy nevezted a vőlegényedet, hogy a szerelmem. Igen. Hát ez annyira szép, és, és annyira szívet melengető, hogy hogy muszáj vagyok ebben egy picit megfürdőzni, hogy kérlek, kérlek adj belőle, hogy hogyan, hogyan működtök ti együtt férfi és nőként mi az, ami ezt az óriási egyensúlyt, vagy inkább azt mondom, hogy ezt a burkot így megteremti körétek. Hát ö, azt hiszem, hogy, hogy a humor, mint az egyik legfontosabb alappillére, ami összetartozásunknak. Ö, én kilenc éve ismertem őt meg, és ö, most amellett, hogy egy gyönyörű, gyönyörű férfi, egy iszonyú vicces rác, Ba szerettem bele, és, 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 és ez, ez, az évek során, ez még, szóval, még, 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 inkább így van, hogy, hogy minden nap van valami, amin, amin annyira röhögünk, és annyira meg tud engem nevetetni, és remélem, hogy én is őt, de egyébként én is őt, hogy hogy, 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 valahogy ez annyira, nem, nem tudom, ez, ez, ez a, ez a, ez a ez az egyik tűz tüze vagy az mert azért vannak vannak még ö, de hogy, hogy ez nagyon fontos köztünk vagy ez, ez nagyon hozzánk tesz ö, igen te mennyire vagy nő vagy csaj mellette mert ö, talán és ebben biztos vagyok viszont hogy ö, ha más nem egy interjúban kimondtad de olvastam rólad itt a háttéranyagban hogy ö, hogy Pas is adja a működ, Lakatos Márk mondta igen. rólad, ugye? És hogy egy valaki, egy, egy nő, aki pas is adja a az Azért néztem ki meg mert kellettem a tóm, hogy bele is beszéltem, nem, beszéltem. Hogy, <laughs> hogy, hogy mondjuk akkor a férfi mellett is is adja a funkcionálsz, vagy mellette inkább a női és oldaladat szoktad Hát működtetni. nem tudom, én nem vagyok egy ilyen cica és ő ezt nem is kéri számon. Tehát Pedig hogy... azt mondják, ez kell a pasiknak, nem? Úgy tudsz jól elérni valamit a férfinál, nekem ezt kéne gyakorolnom, hogy egy picit tudjál igen, de arra, meg megvannak, de arra meg megvannak az eszközei, és pontosan tudja, hogy ezt, ezt belőlem hogy kell kiváltani. De, 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 alapvetően nem vagyok egy, egy ilyen egy ilyen kis nőcike. Tehát, hogy, hogy, és ezt nagyon hamar engedte, hogy, hogy az legyek, aki vagyok. És most ezek tényleg ilyen Li lilaságnak tűnhetnek, de nekem nekem ez határozottan ez volt az érzésem, és nagyon megnyugtató volt, hogy, hogy nem kellett más, másnak lennem soha, mint, mint a, aki vagyok, vagy a, vagy, ahogy éreztem magam, és soha nem voltam ö, arra kényszerítve, hogy 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 máshogy viselkedjek vagy más legyek, mint, mint, mint aki szeretnék lenni éppen abban a pillanatban, vagy abban a helyzetben. Szóval, hogy nincs rajtam erőszak téve, és valahogy valahogy nagyon jól bánik velem. De de hát igen, biztos nem tudom, a cicalány is... Színésznő, szín Hát valahol benne. ha más nem, akkor tudod játszani, de most nem akarom rád a Férfias gondolkodást igazából csak arra értettem, hogy hogy, hogy hogy, hogy, nem, hogy nem, nem, próbáltam, nem tudom, valamit elhitetni, ami, ami nincs. mert. ezt nem tudom érzni női tulajdonság, de azért a nőkre inkább jellemző, hogy, hogy, hogy hát eleinte ilyen tej, tejben vajban füröztés van, és aztán meg az, hogy mikor jössz haza, miért nem, miért, miért, miért nem csináltad, meg azt miért nem csináltad, és akkor, egyszer csak úgy azt érzi a pasi, hogy de hát nem is így indult ez. Uh -huh. És akkor jobb már az elején azt mondani, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt, így, meg így szeretem, és akkor én szeretek sokáig aludni, és tehát hogy most érted, most csak így mondtam pár dolgot, de hogy Nekem ez Valahogy visszacseng a kamusztereotípiákhoz, amit most mondtam. Na, akkor lehet, hogy ez ha? volt. Meg vagyunk. Jól van, bezárult a kör, Látod, akkor Egy le... óra volt, de visszajöttünk, szóval, megfejtettük. <laughs> Jó, akkor értem már. Hogy, hogy akkor valószínűleg ez lehet, hogy nem akarsz soha elvárásoknak megfelelni, vagy legalábbis felé nem akartál megfelelni. Vagy begörcsölök, hogy azt érzem, hogy, hogy hogy elvárásokkal vannak felém, mert, mert akkor... Igen, begörcsölök, na. Hát, igen. Ez annyira jó, hogyha valaki ennyire ö, nyíltan tudja saját magát vállalni. Nekem ez például irigylésre méltó, hogy ez, ezzel te tisztában vagy, és ezt a vállalat és nincsen rajtad kényszer. Szerencsésnek mondható vagy, hogy ö, nincs benned az a félelem, ami vélhetőben azokban benne van, akik kénytelenek egy valamiféle maszkot vagy állarcot húzni, mert attól félnek, hogy önnön valójukban nem eléggé szerethetőek? Hmm. Hát az kár, hogyha valaki ezt csinálja, nem? Kár, de vannak így egy páran, vagy legalábbis ö, interjúkat, ha nézek, ha olvasok valahol, mindig ez derül ki, hogy, hogy nem igazán meri megmutatni, mert fél a vesztesét, hogy akkor olyan másik embernek nem biztos, hogy kelleni fog. Ezért inkább beleáll egy karakterbe, Amire azt gondolja, hogy ez kell a másik fél. Igen, értem, hogy, értem hogy mit kérdezel, és erről eszembe jutott a, Én nagyon szeretem a Feldmár Andrást, és nagyon sok ö, ö, írását és könyvét olvastam, és, és követem a social media felületeken is. És ö, és ő azt mondta, hogy, ö, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdesz... Ö, elkezdesz megfelelni, és, és igyekezni, hogy, hogy, te, te valakinek jó legyél, abban a pillanatban egy, egy, egy öngyilkosságot követsz el. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy, a, hogy az mindennél elő, előrébb való, hogy te azt tud mondani, hogy, hogy hogy nekem ez nehéz, és nekem ezt kell megugranom, és, és hogy ezt mondja a Feld már, hogy ez nap mint nap feladat. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy egyszer már, egyszer már mondtam, hogy nem, úgyhogy na, most akkor már túl vagyunk ezen, <laughs> hanem, hogy, nap, naponta kell nagyon sok helyzetre azt mondani, hogy ez, ez egy nem, és ez egy igen, mert itt dolgom van, de hogy ezt felismerni tudod, hogy különbséget tenni a között, hogy mi az, ami, amiért dolgoznod kell még, és amibe érdemes még energiát fektetned, és, és ahol, ahol, neked még, még, fontos ügyed van, a között különbséget tenni, hogy, hogy, vagy felismerni azt, hogy egy másik helyzetet, hogy nem, itt már csak te szorítasz valamit, ami, ami már rég nem az, és elengedni, az, inkább ezt, ezt, nagyon nehéz felismerni, azt hiszem. De akkor neked sikerült ezek szerint. Hát néha sikerült, néha meg egyáltalán nem. Jó, hát azt mondják, az élet egy életen át tartó tanulás, ugye nem? Úgyhogy ezt akkor éljük élete és életén is ezek szerint. Anna, el kell, hogy engedjük. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm hogy, hogy itt lehet. De Nagyon köszönöm, hogy itt volt élmény majd hallgatni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Vagy köszönjek el? Sziasztok! A műsorszámot a Nutriverzum támogatta.